Az Irak megszállásában résztvevő magyar honvédek hazahozatalát szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, mivel az Ukrajnában zajló háború miatt különösen fontos volna, hogy honvédjeink ne a világ másik részén, hanem gyorsan mozgósíthatóan hazánk biztonságát segítsék. Magyarország terrorfenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen megszállásokban vesznek részt. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az 1848-as márciusi ifjak követelését ma is vallja, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Követeljük tehát az Irak megszállásában való részvételünk befejezését is. Miután az ottani parlament néhány éve hiába hozott döntést a külföldi csapatok hazaküldéséről, a magyar kormány sajnos azt közölte, hogy ott maradnak a magyar honvédek. A NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk is csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt. Hadipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája. Az idegen érdekek helyett magyar szempontokat helyeznénk előtérbe a hadseregfejlesztés során. Az afganisztáni, iraki és hasonló megszállásokra költött 100 milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hadgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek hazánkban. Magyarország számára a legfőbb biztonsági kihívás 2014-2015 óta a soviniszta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés érte Magyarországot, sőt, 2 éve Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták Magyarországot. Fennáll a veszély, hogy Ukrajna legalábbis fennmaradása esetén a nyugat által felfegyverzett haderőjükkel a kárpátaljai magyarságon, sőt akár Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarc miatt. Sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége könnyű célponttá teszi hazánkat, és az is felettébb kérdéses, hogy a szövetségeseink, a vonakodó csatlós, tehát Magyarország segítségére sietnének egy ilyen helyzetben. Ezért kell itthon állomásozzanak a honvédjeink Irak helyett.